Újságcikkek és fotók egyaránt segítették Rohonczi István képzőművészt legújabb munkájának elkészítésében. Ezúttal a Szent Pantaleon kórház számára alkotott szobrot az intézmény névadójáról. A mű megvalósításának ötlete csak nem 2 évvel ezelőtt kezdődött. Ekkor pályázott Dunaújváros önkormányzatához támogatásra egy életnagyságú szobor gipsz mintájának elkészítéséhez. A szobor története 1,5 évvel ezelőtt kezdődött. Az az ötletem támadt, hogy a kórház elé milyen jó lenne a Szent Pantaleon kórház elé egy Szent Pantaleimon szobrot készíteni. És ezt az ötletet én egyeztettem dr. Mészáros Lajos úrral, a kórház főigazgatójával, és készítettem hozzá vázlatokat, terveket, elképzeléseket, látványterveket, és hát ő nagyon örült ennek az elképzelésnek, és akkor pályáztam Dunaújváros önkormányzatához a kulturális területen, hogy tudja megkészíteni a gipsz mintát. Tehát ez volt 1,5 éve, és azóta úgy néz ki, hogy elkészült a gipsz minta, úgyhogy szeretnénk ezt jövő héten majd bemutatni a nagy közönségnek. A kórház előterébe tervezünk egy kis ünnepséget, és ott bemutatni, hogy mi is az elképzelés. A kórház bejárata mellett lenne egy ilyen kis szökőkutas, csobogós medence, és ennek a központi alakja lenne lesz a Szent Pantaleimon. Most kezdődik igazság szerint ennek a kivitelezéséhez szükséges pénz összegyűjtése. És erről is másokat beszélgetünk. Hát azt mindenki tudja, hogy az egészségügyben nem igazán van, sok nagy hiányok vannak. Úgyhogy más forrásokat próbálunk megmozgósítani ehhez. Próbálunk majd a Nemzeti Kulturális Alaphoz pályázni, és hát megpróbáljuk a különböző ilyen alapítványokon keresztül ezt összegyűjteni a szükséges pénzösszeget és anyagi dolgokat, és akkor azért mondom, hogy anyagi dolgokat is, mert nem feltétlen pénzre lenne nekünk csak szükségünk, hanem nyilván a kivitelezéshez is. Tehát itt a földmunkáktól kezdve gépészeti berendezésekig, akkor hogyha esetleg olyan vállalkozókat vagy vállalatokat találnánk, akik itt tudnának nekünk ennek a feladatnak a megvalósításába segíteni, annak is nagyon örülnénk. Tehát most kezdődik majd az igazán az a munka, amikor hogyan tudjuk ezt realizálni. Készülünk egy bemutatóval, a doktor úr, tehát Mészáros Lajos doktor úr nyilván egy köszöntőt fog mondani, és az elképzelésünket próbálja elmondani. Utána Keszi Tamás a múzeum részéről Pentele történetéről, hogy miért is Duna Pentele a neve ennek a településnek, és milyen hagyományok fűződnek ebben kapcsolatban, és Kovács István parókus urat kértük meg arra, hogy Pantaleimon életéről tartson egy kis beszámolót, illetve ismertesse ott egybegyűltekkel, és akkor egy ünnepség keretében akkor így leleplezzük ezt a tervezetet, Pantaleimon szobor gipsz tervezetét. Ez egy hosszabb folyamat, tehát én hagyományos módszerekkel, tehát először készítettem egy vasvázat. Tehát először, a legelső az, hogy utána kellett nézni különböző ikonográfiai ábrázolási rendszereknek. Én nem annyira egy rohószobrot szerettem volna készíteni, hanem egy Pantaleimon szobrot szerettem volna. És ezért utána néztem a különböző ábrázolási rendszereknek, hogy hogyan is ábrázolták. Ugye a görög-keleti egyházban van igazán nagy hagyománya ennek a szentnek. Egy gyógyító szent volt egyébként. Tehát utána néztem a ikonográfiának, hogyan ábrázolják, milyen attribútumokkal, és akkor kiválasztottam egyet, amit mintának tekintettem, egy ilyen ikon, szó szerint egy ikon ábrázolást, és utána ezt próbáltam plasztikába önteni. Úgyhogy megcsináltam a vasvázát először, utána agyagba megmintáztam, amikor az elkészült, akkor áttettem gipszbe, tehát gipsz negatív, gipszbe kiönteni, és akkor hívtunk a képzőművészeti lektorátustól a Dunaújváros önkormányzata segítségével egy lektorátust, tehát ilyen szakértői bizottságot, ők szobrászok, akik eljöttek ide Látszalmásitól, mintáztam ezt a szobrot, és akkor itt elláttak tanácsokkal, hogy hogyan folytassam tovább, vagy esetleg milyen változtatásokat eszközöljek rajta. Utána megnéztük a helyszínt, a kórház előtti részt, hogy akkor hogyan lehetne oda felállítani
ott is tanácsoltak dolgokat. Hát aztán most itt tartunk. A szobor életnagyságú gipszmintájának ünnepélyes bemutatását szeptember 13-án 14 órakor tartják a Szent Pantaleon kórház aulájában.